Sziasztok! Erion, a városok városa, a hazátlan kalandozók otthona, egy roppant városgigász, ahol minden sarkon csodák várnak az utazókra. Minden kaland innen indul és többnyire itt is végződik. Erion így olyan hívó szóvá vált, mely szerepjátékosoknak és az irodalmat kedvelőknek is egyet jelent a nagybetűs kalandokkal. Ha egy novellás kötet címlapján jelenik meg így, Erioni regék, minimum csavaros és izgalmas történeteket várunk, és a jó ügyeket magukénak valló kalandozókat mindenhol. Lássuk, teljesíti elvárásainkat a negyedik, legendák és enigmák kötet. Szóval, jöhet Erion és a kalandok, meg a prédára leső ragadozók, áruló bajtársak, megbízók és családtagok, szukegyilkosok, a fal démonimádói, nekünk mindegy. Ha futja egy sörre Torozonnál, már nem volt hiába. A Találkozunk Torozonnál csatorna bemutatja. A Legendák és Enigmák Erioni regék című antológiát. Erion csupa kaland és az azokkal együtt járó veszély. Itt ragadozók cserkészik szüntelenül emberi prédáikat, évtizedes titkok kerülnek felszínre a becsvágyó árulók tettei nyomán. Azok megbízók vezetik halálba a felfogadott kalandozókat, egymásnak ugranak az alvilág Gorvik és Szuke urai a még több terület és hatalom ígéretéért, és mindig van olyan, aki a halálnál is többet kockáztat egy-egy eszement feladat kedvéért. Az Erioni regék a Legendák és Enigmák sorozat negyedik kötete. 1998-ban jelent meg a Valhalla Páholy gondozásában. Címlapján a Borosz Szikszai páros festménye látható. Blánk pallosát, harci üvöltéssel magasba emelő, veszélyesnek tűnő fakó bőrű hölgy, hátterében a kék holddal. Erioni történetek hangulatához feletté billő kép, kalandozó hölgyek vannak ugyan a kötetben, de lángoló kart nemigen. A kötet négy novellát és egy kisregényt tartalmaz négy szerzőtől, így megtaláljuk benne Alice de Mohlen, azaz Veréb csillag 2, illetve Juhász Viktor, Novák Csanád és Jan van den Boomen, azaz Gáspár Péter egy-egy alkotását. Szószedet nincs, különösképpen nem is fog hiányozni, csupán pár reklámoldal zárja a kötetet. No de inkább kezdjük az elején. Bevezető. A bevezetőben megismerkedünk a névtelennel, a korábbi kalandozóval, kit papok oktattak írásra és önön elhatározásából gyűjti a kalandozók városába térők történeteit. Halála napján az írásba foglalt históriákkal futár kell útra a legendák tornya felé. Hangulatalapozó, pároldalas bemelegítés az antológia komolyabb darabjai előtt, sejtésünk szerint a kötet szerkesztőjétől, Gáspár Andrástól. Alice de Mohlen, Ragadozók. Szeplősájkon pihenni érkezett a kalandozók városába, Rulsi, a félelf hölgy munkát keres. Mindketten kalandozók, és egyikük tervesen valósul meg úgy, ahogy szeretnék. Ragadozók ők, akiket mások prédának néznek, és az ostoba próbálkozók fájdalom és vérárán döbbenek rá tévedésükre. Alice de Mohlen, Ragadozók című novellája 2, épp Erionba érkező kalandozó esetét mutatja meg. Bár ők a főszereplők, nem alakítják a cselekményt, harcolnak és győznek persze, kidomborodik a kalandozóságuk és veszélyességük, de bár sokat szerepelnek, mégsem rajtuk van a fókusz. A történet velejét a mellékszereplők adják. A klánvezér önfejű fiának és testőrének, a sadomi ficsúrnak és társainak sztoria hangsúlyosabb és izgalmasabb az övéknél. A novella többek közt ezért is fele más érzéseket kelt az olvasóban. Ez egy kalandozó sztori, melyben a kalandozók igazából csak sokat szerepeltetett kellékek. Juhász Viktor, Varjú szárnyak. Grangor Ákverám, a sadoni zsoldos, régi kalandozó cimborája kérésének elegettéve érkezik Erionba, de a valamikori varázslót, most tisztes kereskedőt holtan találják érkezése napján. Az ő nevével az ajkán halt meg, így Grangor nyomozni kezd az ügyben. Fel kell keresnie az egykori kalandozó társaság többi tagját, mivel a szörnyű büntet hátteréül 10 évvel ezelőtti utolsó küldetésük történései szolgálnak. Juhász Viktor, Varjú szárnyak című novellája egy izgalmas nyomozás története. A büntény megoldása érdekében szükségessé válik a kalandozókból 10 esztendeje egy év megbecsült foglalkozást választó csapattagok felkeresése. Titkok kerülnek napvilágra, ahogy előre haladunk az olvasmányos történetben, és a szerzőnek végig sikerül a gyilkos kilétét homályban tartania.
Remek novella, csak épp a szereplők névválasztása nem szerencsés, így a Grangor Aquera, mely kevésbé hangzik Chardoninak, vagy ott a boszorkány, akit Sizaur Dailadnak hívnak. Novák Csanád, Ricaro tévedése. Nagarail Cvadautin, az északi bárd és csapata elvállalja, a Ricaro által felhajtott megbízók kínálta a munkát. A nekropolisz alatti szentélyből kell megszerezniük Rauf Letvai, egy kisebb hatodkori istenség idolját, a Shadoki őrzők szektájától. A megbízójuk Siren is velük tart, de csak hamar kiderül, hogy nem mondott el mindent, és amit mégis, az sem feltétlenül igaz. Novák Csanád, Ricaro tévedése című novellája, az északi bárd, Sirenhez címzett monológia. Megismerjük belőle a balul sikerült küldetést, a kalandozó csapat tagjait, a megbízó motivációját és hogy miben is tévedett Ricaro. Lendületes, egy lélegzettel elolvasható, szórakoztató írás, mely egyenletesen adagolja az információt, és egyedi hangulatát a megbízónak címzett kérdések és következtetések, a narrátor egyéniségével átitatott megjegyzései adják. A Ricaro tévedése korábban megjelent a Boszorkányok című, a Cherubion kiadó által 1995-ben megjelentetett 7. Cherubion Fantasy exkluzív antológiában. Jan van den Boomen, Lágy szélben, lazac szín hold alatt. Az Imeko torony ura háborút indít a Gorviki család a Rakkinik ellen. Az Eriont is felforgató alvilági viszály súlyos döntések elé állítja a Gorviki család főt, Doriót. Fiait elvesztette a harcokban, a család túlélése a tét, így mielőbb meg kell találnia a módját, hogy ellenségével, a vénséges vén Szuke hatalmassággal végezzen. Közben saját köreiben, vérei közt is felüti a fejét a hiúság táblálta árulás. Jan van den Boomen, Lágy szélben, lazac szín hold alatt című kisregénye, a Gorviki Szuke párharc krónikája nem csak ennek az antológiának a legjobb írása, hanem a mágus irodalmának is az egyik meghatározó alkotása. Hitelesen mutatja be az Erionban letelepedett Gorviki familiát, hogy miképpen küzd meg az ellenére törő szukékkal. Hangulatos, fordulatos, végig izgalmas, remek csattanóval és egyedi ötletekkel fűszerezett, emlékezetes írás, egy nagyon erős atmoszférával bíró Inevi Mafia történet. Alice de Mohlen, Fekete vér. Nincs kelendőbb és értékesebb drog az erioni áfium piacon, mint a múlt lidérceit felidéző démon ütve. Annak a titkát, hogy hogyan lehet hozzájutni csak egyetlen ember, Kilte, a valamikori Gorviki fejvadászlány ismeri. Most újra eljött az ideje annak, hogy az öngyilkossággal felérő küldetésre menjen. Várja a fal, egy démont imádó elfajzott szekta, no, és módjának kísértetei. Alice de Mohlen, Fekete vér című novellája egy lehetetlen küldetésre viszi el az olvasót a veszélyektől hemzsegő roppant Erioni városfal labirintusaiba. A történet főhőse olyasmit vállal, amit senki más nem vállalna, és mindezt azért a kevés, a kockázattal nem arányban álló fizetségért, amit a megbízó kínál. A novella izgalmas, ötletes, bár egy erősebb csattanót azért igényelt volna. Szerepjátékosoknak Erion maga a kalandokkal teli Kánaán. A kötet minden novellája tartalmaz olyan ötleteket, melyekre izgalmas kampányok építhetőek. A Lágy szélben, lazac szín hold alatt című kisregény szemben álló feleinek konfliktusából pedig talán még több is. Nem mellesleg, ez az írás egy komplett Gorviki jellem kalauzza, amit feltétlen érdemes áttanulmányozni annak, aki ilyen karaktert indít. Az Erioni regék antológia írásai a közepes és kiváló színvonal között váltakoznak, de összességében a kötet nagyon kellemes utóízt hagy az olvasóban. A novellákban eredeti ötletek is remek hangulat érhető tetten, a kisregény pedig kifejezetten emlékezetes élményt nyújt. Az Erioni regék egy jó válogatás lett, kielégítette az intróban emlegetett elvárásainkat, bárcsak ne olvasnánk soha ennél rosszabb antológiát a legendák és enigmák közt. Ha olvastátok az Erioni regéket, írjátok meg kommentben, hogy mit gondoltok róla, melyik írás szerettétek a legjobban. A Taverna Könyvtár következő adásában, döntésetenek megfelelően, visszatérünk egy korokkal korábbi Inevre, hogy égi hajók és sárkányok összecsapása közepette, éljük meg száz háború minden izgalmát. Tartsatok velünk, ám előtte még. Köszönjük Patreon támogatóinknak a bizalmat, és mindenki másnak is, hogy itt vagytok, hogy együtt kalandozunk. Lájkoljatok, ha tetszik, iratkozzatok fel, és ha sikerült végre nagyot ütni a szukéken, de Rattikáni helyett valami nívósabb helyen ünnepelnétek. Nos, gyertek, találkozunk Torozonnál. Sziasztok!